Sziasztok, én Magfői vagyok, ebben a videóban pedig egy Euro Truck Simulator 2 gameplay-e fogok nektek jelentkezni. Most viszont nem felvenni fogom a videót, hanem tehát kamerával fogom felvenni, nem pedig felvevő programmal, és egy Logitech Driving Force GT-vel fogok benne vezetni. Úgyhogy meg szeretném ezt nektek mutatni, hogy ez milyen, mert kértétek többen is. Úgyhogy beállítottam magamnak faszán, tehát én manuális váltóval váltok benne, úgyhogy a kormányt is beállítottam rendesen, úgyhogy minden okés. Nagy kis zenét nyomok viszont. Remélem a YouTube nem fog sípolni, mert felrugdosom, a múltkor is sípolt. Valami kis nyugit. Ó, mindegy, nem nyomok én most, majd utána. Igen. Na nézzük. Most valami igazi amerikai csőrös kamiont fog kinézni. Hát mondjuk az tökéletes lesz. Ez jó hosszú lesz az út, egy rövidebbet inkább. Ez nagyon hosszú. Ugye nézek valamit. Na nézzük. Itt meg már nincsenek. Valami jó kis amerikai csőrössel akarok most menni. Hopp, ott van, jó. Ez egy nagyon jó kis rövid fuvar, ezt el is vállaljuk. Nem tudom, hogy a hang mennyire jó. Na, ez már sok lesz. Ez pont éjszaka, na mindegy. Na nézzük, hol kell itt kimenni? Ha tudnám, hogy hol kell... ott menni. Cuki, mi? Az a poén amúgy, hogy amint forgatom a kormányt, a jobb alsó sarokban az a zöld alma is forog. Hopp, itt közben menni kell. Nagyon élvezetes egyébként vele játszani.
kicsit azt hiszem gyorsan megyek, mert ki volt rakva egy 60-as tábla, és én már itt 70-nel száguldottam. Na de itt már 70-es tábla van, úgyhogy itt már lehet menni. Hát hagyj zötyögjön ő is itt előttem, nem fogom megelőzni. Jaj, milyen FPS drop volt. Most itt megelőzzük a kollégát, mert itt szüttyög ilyen 60-as tempóval. Így lehet, hogy jobban lehet hallani a kamion hangját is. De amúgy nagyon élvezetes így, tehát ezzel a kormánnyal tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen real játszani ezzel a játékkal, mert nagyon vissza tudja adni, tehát billentyűzet vagy joystick ehhez képest semmi, tehát nagyon jól vissza tudja adni, főleg a váltás is, manuális váltó, ugye a kormány is maga, az is nagyon vissza tudja adni, úgyhogy teljesen korrekt az egész. Ez is itt szüttyög előttem, nem tudok tőle menni. Simán meg tudnám előzni, de itt meg záróvonal van, itt nem lehet megelőzni. Úgyhogy nagyon tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy örülök neki egyébként, hogy megvettem ezt a kormányt, ezt a Driving Force GT-t, nagyon örülök neki.
igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy van nekem egyébként PS3-om is, és eredetileg ezt a kormányt a PS3-ra tervezték, tehát nagyon is PS3 kompatibilis ez a kormány, de PC-re is ugyanúgy jó, meg Xbox-ra is, tehát teljesen, meg rengeteg játékkal kompatibilis, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy annyi játékkal kompatibilis, hogy hihetetlen. Tehát a 12 évvel ezelőtti Mafiával is kompatibilis, a múltkor csináltam is róla egy videót, 12 évvel ezelőtti Mafiával is azzal is kompatibilis, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki egyébként, hogy sikerült szinte potom pénzért beszerezni egy ilyet, úgyhogy most így örülök neki. Egyébként nem tudom mennyire unatkoztok, de mindjárt lövök be egy kis zenét, csak aztán a YouTube nehogy nekem pofázzon. Kicsit lejjebb vettem most, mert hoppá, ez már kicsit sok. Úgy, na nézzük, valami kis nyugis zenét. Tökéletes. Na, elindítja vagy nem indítja? One tell the boy, the chopper dropped down long time. And we run the thing now, Sicilian style. This woman said, oi. Na, szerintem akkor ez a gameplay most így ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, nektek pedig, hogyha pedig tetszett a videó, akkor lájkoljatok, akkor gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, lesznek még ilyen külső nézetes videók, fogok még ilyeneket készíteni,
lesznek még Airsoft bemutató videók. Sok minden lesz még itt, úgyhogy gondoljátok, lájkoljatok, iratkozzatok fel. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!